Szerint azt mondanám, hogy az ország grafikai megjelenésének a 90%-át lecserélni, és szívesebben látnék egy sokkal szebbet. De árnyalni azért lehet, de hát nem vagyok olyan biztos, úgyhogy igazából csak azokat a dolgokat csinálnám meg én magam, amiket át lehetne tervezni, amikhez értek. Tehát én a svájci típú híve vagyok, ez a nemzetközi tipográfia és stílus, és így stílbe vágva én nem tudok befektetőképpen tervezni már szívesen. Ez egy olyan dolog, ami nekem szívem csücske, tehát lehet megszállottság, lehet elhivatottság, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy azt szívvel lélekkel tudnám csinálni, és ezért lenne ahhoz kedvem. Mert most van párhuzamosan tudod több dizájn. Budapesten tudod? Igen. Hát eleve ez, hogy több van, és nem is lehet tudni. Na, a régi... Azt mondja az ember, hogy Budapest térkép, akkor miről is beszélünk. Tehát, hogy nincs egy ilyen karakteres formája, mint akár a Massimo Vignelli is, 78-as, vagy a 72-es, a New York-i metrónak, vagy a Harry Beck-es halmány. Tehát ez a klasszikus. Budapesten meg el van, nagyon van, rá van dobálva egy csomó hirdetés. Nincsen karaktere, nincsen meg a hangulata, nincsen meg annak a hangulata, hogy az igenis közölni akar van, de utasok felé, és többet annál, hogy hol, melyik megálló helyen van egy óviáruhár is, vagy valami más is. Én úgy gondolom, hogy ilyen apróságok nagyon fontosak egy olyan nagy cégnél, aki óriási tömegek számára kommunikál. Alapvetően azt tartom gondnak, hogy nagyon sok irány van az országban, amit olyan emberek csinálnak, akik nem éreztük szívmoknak azt a munkát. És igazából ezért van az, hogy most ilyen projektek is alakulnak, hogy az ahol akkor tervezik el. De ez egyre nagyobb tömegeket ölt ez a fajta mókuskerék, hogy már nem érdekes annyira, hogy fél úgy is megfizeti. Magyarországon vagyunk, itt úgysem vár el senki világszínvonalat. Egyre inkább sztereotípiává válnak ezek a fogalmak, ahelyett, hogy igenis megemelnénk magunkat, és ha azt mondjuk, hogy ez a Kodrász cég, ez engem nem érdekel, hiába fizetünk nekem 30 ezeret egy lóvét, vagy 40 ezeret, vagy akár 130 ezeret, mert soha az életemben, hát tényleg most a hajam abszolút stimmel. Én nem nagyon járok kodrászokhoz, nem a szívügyem a kodrász téma, nem válok el kodrászokra. Mindenkinek tanácsok lenne őszintén elvállalni a feladatokat, és őszintén visszautasítani a feladatokat, és nem pénzre hajtani. Mert ez a mentalitás eredményezi azt, hogy pocsikorgatva lélektelen tervezünk az emberek. Nagyon sok grafikus ugye Magyarországon az interneten látja, hogy vannak világsztárok, és egyszerűen valahogy kisítővé válik, megelégszik azzal, hogy reklámstúdióban dolgozik, megvannak kis kliensei, napi szinten elpötyök, nem fejleszti a stílusát, a napi 8-as munkaként kezeli, és elveszik valahol az, amit én nem tudom, lehet, hogy én teljesen más élem ezt megint. Én amióta elkezdtem grafikával foglalkozni, számítógépes grafikával, napi 3 órát eltöltöttem. Ez 9 napja így van. Nagyon sok dolgot megkerestünk mi, illetve hát a termékünkből fogadóan olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kvázi, mint a regi taplétvágók, félkép grafikai elemeket pakolhatunk külföldre nagy grafikusoknak is, akik aztán vagy felhasználják, vagy nem. Ezzel a lehetőséggel éltünk, és a sikeresnek is bizonyult. És az a legfurcsább az egészben, hogy én például sem voltam külföldön tartósabb, tudalmasabb ideig. De az interneten tényleg azért mindent meg lehet találni ahhoz, hogy ébren tartsa az ember a motivációt, a saját stílusának a tökéletesítését iránti vágyat. Erre az internet tökéletes. Lehet úgy mondani, hogy hát kimegyek az utcára és olyan csúnyákok voltak, és nem is kutatjuk képest. De ez most már, hogy itt van a technikai lehetőség, most már ez az érvezés sem. Egymásnak a fikálása, az gyakorlatilag nem létezik. Ilyen nem létezik.
és olyan sem létezik, hogy te ezt elloptad onnan, te ezt elloptad onnan. Nincs, tehát a klasszikus magyar grafikusok közötti diskurzus az 180 fok. Gyakran jut eszembe egyik nagy példaképpen többet költ, Vásárhelyi Győző, aki azért, lássuk be, én földbe gyökerezt a lábam konkrétan a felismeréstől, hogy amit tipikus vezelelőnek tartunk, azt 50 évesen csinált. Ő is reklámgrafikus volt, volt tévéje, egy színvonalas nyugat-európai városban ilyenként dolgozott. Hát a társának én szerintem két oldala van. Van egy fiatal generáció, akiknek megelőlegedik a társstátuszt, és nagyon odafigyelnek rájuk. És van egy olyan generáció, aki most 40-50, elsősorban elkészít részt tartom ide, akkor Joshua Davis például. Akik pedig már tényleg nem azt mondom, hogy letették a nagy művet és már vége, de mert biztos vagyunk vége. De a lényeg az, hogy ott már komoly 20 éves portfólió van, az amellett már nem lehet elmenni. Azt tényleg tárgyat a gyúrja. Egy anekdota van Leonardo da Vinci-ről, aki már befutott művész volt, és egy olasz herceg, egy főherceg felkereste őt azzal, hogy egy kakast szeretne rajzoltatni vele. Egy évet ad rá, és nagyon búsásan megfizette, előlegetes adott neki, Da Vinci természetesen elvállalta a feladatot, és eltelt az egy év, és nem jelentkezett Leonardo, úgyhogy megjelent nála a főherceg, hogy hát akkor esetleg a kakasért most ő eljött volna. Leonardo tétován lépett 2-3-at, ó igen a kakas, elővette egy teljesen tiszta lapot, és egy grafit darabbal, egy vonallal egy tökéletes kakast felrajzolt. Hát a főherceg az teljesen begurult, hogy hát mégis milyen Isten nem elég fizetett olyan óriási összeget, hát nem ezért, mert egy évet, hogy aztán egy vonallal most csak így ide rakjanak neki egy kakast. Hát ez mi? És akkor Leonardo hátavezette a helyébe, ahol szárdából hevertek szanaszét a kakas tanulmányok, és Leonardo elmagyarázta, hogy ő átitatta, a vérébe bele szívta a kakast, mint vizuális formát, ő neki ez hosszú hónapokig tartott, és végül is meglett az eredménye, mert most nézd meg, egy vonallal megcsinált neki egy teljes, tökéletes kakast. Azért ez még az ókorban, körülkorban is igen nagy fegyvertény. Úgyhogy ez jól jelenti azt, hogy a megrendelőknek is hogyan illene viszonyulni a grafikusokhoz, illetve a grafikusoknak is hogyan illene viszonyulni a megrendelőhöz. A megrendelőknek illene látni, hogy itt nem egy sorozatban gyártható terméket vásárolnak meg, itt egy szellemi alkotás folyik, ez néha két hét, néha két hónap. Nyilván profitnál ez az idő lecsökken, de a lényeg az, hogy ha profi munkát akarnak, akkor hagyni kell időt, nem lehet erőltetni a történetet. Viszont igenis meg kell fizetni, ami történik. A másik pedig, hogy a munka értékelése az intelligencia függő, és nagyon itthon nagyon sok nagyon jó pályázat bukik el azon, hogy egyszerűen nem ismerik fel az értékét az elbírálók is, és elmegy a levesbe. Áttervezni nem konkrét anyagokat kell, hanem a fejünkben a motivációt, a gondolatokat, hogy miért is tervezünk, és mit is kapunk ezért. Hát a graffitisek mégis ezt csinálják 30 évesen, csak ugye őket nem képzelnek senki. De az gyakorlatilag egy klasszikus. Én annó ezt szerettem itt benne. A korai magazinok egyikében olvastam azt, hogy a graffitinek van egy ilyen üzenete azért, hogy hé haver, hát nem kéne egy kitakarítani? És igen, és az üzenet a mai napig itt van, és tényleg ki kéne takarítani. És szarunk rá, és nem takarítani. Úgy gondolom, hogy mélypontot még nem értünk el, és amíg mélypont nincs, addig
addig komoly erőfeszítések sem fognak megtörténni, hogy változzon a helyzet.